háttér miatt, várjál, már ez így működik. Megkérdeztem, van-e valami aktuális mondatója? Háttér miatt feltétlen be kellett jelentkeznünk így a második nap alsóső. Ez így nagyon megkívántad, nem a virslit? Még egyszer így mutatom. Így bele a harapnál. Várjál. Na de azért, hogy itt vagyunk az egyetlen nagy alsósi boltba, hát nem kicsit drága lett a tavalyi évhez képest, tehát ilyen durván plusz 200 forint egy ilyen rászámolhatsz egy átlagárhoz. De várjál, gyere picit, gyere. Várjál, mert fontos, meg akarom. De most nem azt... Jaj, de... 3D. Figyelj, de használjuk, na ne bonts ki, az úgy már... És ha itt kilukasztom? Azt is lehet. Csak hogy lehessen látni, hogy nem a levegőben beszélünk sokszor. Ez ott van, azt érted? Most az úgy igen. De most akkor gyere, kicsit menjünk odébb. Csak miattad lukasztottam ki. Most így kell elrakni. Ez most ez tragédia. Na de állj föl egy picit, az gyere menjünk, mert ez így sokkal jobbat. Nem marad. Sokkal jobbat találtam. Jó. Csak ez itt elviszi a szél itt a... Nem érdekes. Itt a kávét, automata. Menj arra fel. Vagy ez. Esetleg ez jobb. Nézd meg, ez jobb. Ez jobb, nem? Várjál, a lényeget kitakarom. Nem jobb így sokkal. Olyan, mintha levendula lenne, pedig nem is az, mert szerintem tárkony. Vagy akkor menjünk. De ő nem arról beszél, hanem a világ és ami mögötte van. Menjünk még odébb, mert hát, hogyha csak megtaláljuk a legmegfelelőbbet. Vagy erre gondoltál? Most ez pusztább. Ez valami reklám? Sajt, nem? Nem, csak így jól néz ki. Akkor legyen ez, nem? Nem, az. Az már nagyon színes. De ott már felirat van, nem jó. Azt mutasd meg, hogy mit adtál ott. Mert ő ilyen laza a gyerek. Csomag. Hát most azzal mi van? Azzal senki nem viszi el. De várjál, még van még egy. Fontos. Esetleg. Maradjunk a pékárunál, ez a vége. Nem, na, lehet választani a három közül, melyik. Nekem jobb a virsli.